önismereti percek a Megfenelt Jóban. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét önismereti percek itt a Max Rádióban. Ha minden igaz, akkor itt van a vonalban önismereti szakértőnk, Skribek Melinda. Szia, Melinda! Szia, Tamás, üdvözlöm a hallgatókat! Mi lesz a mai témánk? Mai téma az úgynevezett zöldszemű-szörny, vagyis a féltékenység, ami azt gondolom, hogy nagyon sokakat érint, és ezért nem tehetünk el amellett, hogy ne beszéljünk róla. Az biztos, hogy nem. Annál is inkább, mert hogy megint csak a saját példámat tudom mondani, mint mindig, hogy én egyébként nem vagyok egyáltalán féltékeny típus. Ha már én féltékeny vagyok, akkor annak már nagyon-nagyon komoly oka van, és hát életemben talán 2 alkalommal fordult elő az elmúlt 40 évben. Szóval, hogy tényleg én azt mondom, hogy akkor legyünk féltékenyek, hogyha okunk van rá, de hát ebbe te vagy a szakértő. Hát akkor te egy szerencsés ember vagy, illetve hát a párod is akkor elég szerencsés nyilvánvalóan. Szerintem sokan tudjuk, hogy ez nagyon meg tudja keseríteni a párkapcsolatokat, illetve hát az egyénnek is az életét. De hát ugye akkor kezdjük el egy kicsit ezt ki is vesézni, hogy ez miért is, meg hogy is működik, illetve van. Az evolúciós pszichológia szerint a féltékenység az valaha a saját genetikai állománynak a fennmaradását szolgálta. Mivel ugye a férfiak soha nem lehettek abban biztosak, hogy vajon a nő az ő gyereküket hordja és szülje meg, ezért igyekeztek más szexuális partnereket ugye távol tartani a saját genetikai állományoknak a megőrzésének az érdekében. A nőnek viszont a legfőbb célja pedig nyilván a gyerek felnevelése, és így ennek érdekében igyekezett ő is megakadályozni, hogy a férfi más nőre nézzen, vagy más nőtől származó ugye, utódra pazarolja úgymond az erőforrásokat. De a pszichológiában azt is szoktuk mondani, hogy a féltékenység az valójában a projekciónak a terméke. Ugye a projekció, vagy más néven a kivetítés, tehát hogy nyilván ismerjük mindenki azt az érzést, amikor mondjuk azt veszik észre a másikon, hogy másképp néz ránk. Tehát, hogy ilyenkor meg szoktuk kérdezni sokszor, hogy mi a bajod velem, és akkor a másik néz, hogy nekem, és nem is érti, hogy miért tesszük fel ezt a kérdést, és olyan, hogy nekem nem semmi bajom. Na most ugye miről is van szó ilyenkor? Arról, hogy kivetítem a másikra, amit én érzek, és amit a másikban próbálok felfedezni. Tehát, hogy lehet, hogy a lelkem mélyén haragszom a másikra, de nem tudatosítom ezt magamban, és aztán azért úgy veszem észre, mint hogyha a fura szemmel nézne rám. Tehát gondolom, hogy sokszor előfordult már több mindenkivel. Fontos megjegyezni azt, hogy a szerelemféltés az nem azonos a féltékenységgel. Mert ugye az evidens dolog, hogy senki sem akarja azt, hogy mondjuk az élete szerelme az máshol keresse a boldogságot. Volt egy Pszichogalaxi nevű nagy magyarországi felmérés, amiből képzeld el, Tamás, hogy az derült ki, ami szerintem egy elég érdekes adat, illetve 2, hogy a magyar népességnek az értékvilágában első helyen a megbízhatóság van, és a második helyen pedig a hűség. És ugye ez a mai világunkban, vagy a mai konzumkultúránkban eléggé azt mondogatják, hogy ennek ma már nincs jelentősége, de hát a lehet, hogy mélyén mégis erre vágyunk, ugye ez a felmérés is azt mutatja. De hát akkor miért is fontos nekünk ugye ez? Jogosan merült fel a kérdés. És én azt hiszem, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy megbízhassunk a másikban, hogy tudjam azt, hogy ő felelősséggel vállal engem, tehát hogy felvállal engem, ugye, és hogy én hozzá tartozom. És ezek teljesen természetes igényei mindenkinek. A szerelemféltés az egy normális dolog. Az azonban már nyilván nem, hogyha a mindennapjainknak a része lesz az, hogy mondjuk én nyomozok a másik után, vagy mondjuk vallatom őt. Többször szoktam találkozni azzal a párterápiáknál is, hogy mondjuk megvádolja az egyik fél a másikat, hogy hú, mondd el, hogy miért jöttél későn, vagy kivel voltál, vagy hogy van valakid.
Tehát, hogy ezzel azért biztos, hogy sokan a hallgatók közül is találkoztak, akár a saját életükben is. Én fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy például az alkoholisták is egyre jobban féltékenyek lesznek. Az alkohol ugyanis pont azokat az idegrendszeri struktúrákat befolyásolja, amik az emberi viszonylatokban működnek. Hát az oka lehet először például az, hogy nyilván tudjuk is, hogy az alkohol hatására először mondjuk jobban szoktak teljesíteni, mondjuk szexuálisan az emberek. A második fázisban már megjelennek nyilván gondok az alkoholistáknak, és hát ezek után ugye nyilván a saját potenciájának a csökkenésével arányosan elkezd növekedni benne például a féltékenység is. A féltékenység aztán kóros mértékű is lehet, erről is nyilván sokan hallottunk, ugye, tehát hogy van akár, hogy odáig is fajulhat, ugye, erről is hallottunk sajnos már, hogy akár mondjuk valaki ezért ölni is képes. Illetve a féltékenységnek az a formája, amikor valaki folyton gyötri a társát, szintén alapulhat egy projekción, vagyis hát aki vádol, valójában azt szeretne félrelépni. Tehát, hogy amikor mi vagyunk azok, akik mondjuk az őrületbe kergetjük a partnerünket, a féltékenységünket, akkor először vizsgáljuk, hogy én azt javaslom a saját lelkiállapotunkat, hogy nincsenek olyan fantáziálásaink, amelyeket mondjuk elhárítunk, vagy megtagadunk magunktól. Tehát, hogy nem lehetséges-e, hogy mi magunk szeretnénk más kapcsolatot, vagy akár más kapcsolatot is. Sok esetben ilyenkor amúgy a társunknak tulajdonítjuk ezt, hogy biztos ő csal meg minket, és sajnos nem erről van szó. A féltékenység az fakadhat azonban önbizalom hiányból is, amikor én azt érzem, hogy nem vagyok elég, vagy nem tudok elég jó lenni a másiknak, és azért ugye rettegek attól, hogy nem tudom ott hosszú távon megtartani magam mellett. Ugye nyilván ez egy elég összetett érzés, tehát a féltékenység az egy elég összetett érzés. Az egyik gyökere az igazándiból veszteségérzésből származik. Tehát, hogy tartunk a másik ember elvesztésétől, aki fontos és értékes számunkra. Tehát, hogy ugye azt értem az alatt, hogy nyilván nem, hogy valaki másé legyen az a jó, ami most az enyém. A másik gyökere az egy saját kisebb rendűségi érzésünkből eredően lehetséges. Tehát, hogy úgy érezzük, hogy kevesebbek vagyunk mondjuk, mint a másik, akik viszont önmagunkhoz képest nagyon sokszor ilyenkor felértékelünk. Ugye ez egy ilyen kisebbségi komplexussal rendelkező embernél teljesen így működik. Az a tudat például, hogy valaki, akinek a véleménye mondjuk sokat számít nekünk, egy harmadik személy többre tarthat nálunk, az maximálisan ilyen kétségeket ébreszt bennünk a saját magunk értékével kapcsolatban. Nagyon sokféle lehet a féltékenység összetettsége miatt a reakció is. Egy elég széles skálán mozog. Ugye érzelmek terén lehet ez fájdalom, dű, harag, szomorúság, félelem, megaláztatás. A gondolatok szintjén ugye hibáztatás, bosszúság, a riválissal való összehasonlítás, a személyes értékünknek a megkérdőjelezése, önsajnálat, és ugye a viselkedésnél lehet például gyengeség, remezés, izzadás, ez az állandó kérdezősködés, agresszió, és hát akár ugye a nyílt erőszakosságig is fajulhat ez. Igen, mondjuk én arra kíváncsi lennék egyszer, hogy nem tudom, hogy a statisztikákban te vagy jó, hogy van-e arra statisztika, hogy a féltékenységek általában hány százalékban alaptalanok? Van erre valami statisztika? Hát erre statisztika tudomásom szerint így nincsen. Hát ugye ezt azért is nehéz, mert hogy ugye az alaptalannak ugye, hogy ki mit gondol, ugye ez is relatív. Hogyha emlékeznek a hallgatók, és emlékszel-e, ugye én, amikor akár voltak a párkapcsolatok is beszéltünk, ugye, hogy mit nevezünk megcsalásnak, hát ugye ez a definíció, ugye én akkor elmondtam, hogy megcsalás az az, amit a párom annak érez. Tehát ugye azért is nehéz ilyen szempontból erre statisztikát így kimutatni, mert
Az egyik ember szerint ugye már az is, hogyha ha valaki mondjuk mással kávézgat, van, aki, hogyha már másra gondol, és nem rám, vagy egyáltalán töri a fejét azon, hogy valakit keressen, az is megcsalásra számít, van, akinek meg csak a testi érintkezés. Tehát, hogy ezért nyilván nehéz ilyen szempontból teljesen jól átfedő statisztikát is csinálni. Hát igen, amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor ugye mondtad nekem, hogy szerencsés is vagyok, hiszen az én párom az nem féltékeny. Hát a kedves hallgatóknak egy jó tanácsként akkor most én mondom el azt, hogy képzeljétek el azt, hogy mi lenne, ha az én párom féltékeny típus lenne, kiindulva abból, hogy a Megszárdió csetjén ugye úgy köszönünk egymásnak a férfiak a hölgyeknek úgy, hogy szia, puszi, vagy van egy-két ember, akivel, egy-két hölgy, akivel szia, puszi és ölelés. Itt ez egy megszokott dolog a Megszárdió cseten. Na most miután több mint 4000 regisztráltunk van a Megszárdió csetjén, képzeljétek el azt, hogyha az én párom féltékeny lenne, mi történne? Hát ez a bizonyos pokollá tenni az életemet, de szerencsére nem, tehát tényleg nem. Így van. Tehát, hogyha a féltékenység az egy ilyen normális keretek között jelenik meg a kapcsolatban, tehát, hogy vagyis csak egy ilyen kis mértékben, vagy akár így alkalmanként, akkor ez amúgy segítheti is a feleket abban, hogy mondjuk még jobban odafigyeljenek egymásra, és hogy építsék és ápolják a kapcsolatot. Tehát, hogy a pár tagjai ilyenkor általában ilyen tudatosan tesznek erőfeszítéseket arra, hogy minél inkább kifejezzék a másik felé, hogy mennyire értékesnek tartják őt. És ilyenkor a féltékenység például fel szokta pesdíteni a kapcsolatot olyan szempontból is, hogy általában sokkal szenvedélyesebb érzéseket és hát szexualitást eredményen. Tehát, hogy ilyen szempontból, hogyha ez normál keretek között mozog, akkor ezzel nincsen baj. De én azért szoktam ezt inkább úgy nevezni olyankor, hogy a szerelemféltés, és ugye azért is mondtam, hogy nem ugyanaz a kettő. A koros féltékenység viszont a környezet számára egy ilyen irracionális és érthetetlen szokott lenni. A felnőttkori féltékenység hátterében amúgy nagyon gyakran gyermekkori veszteségek állnak, illetve ilyen elhagyatottság, bizalomvesztés, becsapottságérzet, vagy akár egy ilyen szeretetlenség. És a mai kutatások például már ezért is nem értenek egyet azzal a régi típusú nevelési elvvel, hogy mondjuk a kisgyereket, vagy a kisbabát, hogyha sírja, akkor vagy nyilván éhes, szomjas, zakiségbe kapír, hasafáj, és hogyha ezek közül igazándiból mindet végig zongoráztuk, akkor nem kell vele semmit tenni, nyugodtan le lehet tenni, nem kell ölbevenni, dalkálni. És pedig de. Hát a kisbabának ugye szüksége van az ölelésre, ugyanúgy a fizikai szeretgetésre az első pillanattól kezdve, és hogyha ezt például nem kapja meg, akár amikor sír, vagy akár ezen felül is, akkor ez is egy ilyen csalódás érzést rögzít benne, tehát hogy nem szeretik őt eléggé, és nem bízhat meg abban, aki gondozza, tehát abban, aki elvileg őt szereti. És az illető ugye ezt a tapasztalatot szerzi a korai éveiben, hogy a szeretet, a biztonság az egy ilyen múlandó dolog, illetve egy ilyen illékony, és ugye hát ez sajnos, hogyha be van rögzülve, akkor a felnőttkori párkapcsolatban ez ugyanígy vissza fog köszönni. De természetesen az is tény, hogy a felnőttkori szerelmi csalódások feldolgozatlansága is féltékenységhez vezethet, például a későbbi párkapcsolatoknál. Itt vannak súlyos pszichiátriai megbetegedés, valamikor súlyos ilyen pszichiátriai megbetegedések vannak, és a féltékenység megcsalatási fázisának és a téveszméknek a formája is ilyenkor elég színes szokott amúgy lenni. Nyilvánvalóan ezek ilyen öngerjesztő mechanizmusok. Én azért szoktam mindig elmondani, hogy soha ne vetítsük a régi negatív tapasztalatainkat az új partnerre. Tehát próbáljuk meg tudatosítani magunkban, hogy ő egy másik ember. Nyilvánvalóan, hogy ez nehéz, de hogyha ez nem megy, akkor ezt nyilván fel kell dolgoznunk, ezt a sérelmet, akár úgy, hogy valami szakembert veszünk igényben. Ez azért is fontos, mert a kóros féltékenységi reakciók azok nagy megterhelést jelentenek, még a legjobbnak induló párkapcsolatokban is. Tehát, hogy a partner úgy érzi, hogy állandóan egyensúlyoznia kell, hogy elkerülje
ezeket a féltékenységi megnyilvánulásokat. Igen, pont ezt akartam egyébként mondani, bocsánat, hogy az előző kapcsolatból hozott sérelmek, adott esetben egy megcsalás, az nagyon sokat számít, és pontosan ezért jó, hogy annak idején beszéltél is erről, hogy kell az a bizonyos idő két párkapcsolat között, kinek mennyi idő, de mindenképpen meg kell gyászolni ezt a kapcsolatot, és ugye utána tudunk belemenni úgy egy kapcsolatba, hogy az valóban jó legyen, és meglegyen, ami nálam egyébként alapfeltétel, hogy nem csak hogy bizalom, hanem feltétel nélküli bizalom. Mert nekem az egy ilyen alap dolog. Hát igen, tudod, az a baj ezzel, Tamás, hogy azért ehhez kell már egy bizonyos önismereti szint, meg egy bizonyos tudatossági szint is, hogy valaki ezt így tudja. Az idő tényező az ilyenkor, általában azt szoktuk mondani nyilván egy komolyabb kapcsolatra, vagy házasság felbomlására, hogy az általánosan a felmérés az, hogy két év kell ahhoz, hogy ezt az ember megemészte, és teljesen nyugodtan tudjon egy új kapcsolatba belevágni. De ez nem csak időfüggvénye, mert van, aki 10 év után sem tudja túltenni magát mondjuk, sőt nyilván olyat is ismerünk, aki egész életében rágódik lehet azon, hogy mi történt vele anno egyszer fiatalon, tehát hogy vannak, akik sose tudják feldolgozni és megemészteni az elszenvedett sérelmeiket. Nyilvánvalóan, tehát hogy ez azért egyénre szabott dolog, és ehhez is kell nyilván az, hogy az ember egy kicsit ismerje jól magát, és legyen egy normális, valós önképe. Azért is nyilván rossz ez, mert a féltékeny fél az amúgy rendszerint tudatában van a saját problémájának, viszont ezért hol a partnert és hol önmagát vádolja. Tehát, hogy ez mind a tehát egyik félnek sem jó igazándiból. Hogyha például féltékeny vagy, akkor a féltékenység mederbe terelése és leküzdése az egy nagyon komoly önismereti munkát igényel. Tehát pont ugye ezért, amit elmondtunk. Tehát hogyha én azt gondolom, hogyha úgy sejti valaki, hogy a féltékenysége az például a gyerekkori veszteségekben gyökerezik, akkor nyilván az ő számára egy pszichoterápia, vagy valamilyen terápia az mindenképpen hasznos lehet és segíthet. Hogyha például egy ilyen korábbi párkapcsolati csalódás, illetve ezeknek a feldolgozatlansága, akkor inkább ugye az önismeret elmélyítésével és egy ilyen tanácsadás igénybevételével lehet legjobban segíteni ugye a problémán. De mondjuk lássuk azt, hogy hogyan tudunk védekezni esetleg önerőből ez a féltékenység, ez az ölszemű szörny ellen. Én szoktam ilyen kis tippeket adni, aki ezzel küzd, hogy hát egyrészt maradj lehetőleg a valóság talaján, és ugye, hogy mindig őrizzük meg a hidegvérünket. Nem egy, nem két paciensemtől szoktam kapni igazából, akár esteként a kis üzeneteket, vagy a telefonokat, hogy jaj, hirtelen elgyúrant az agyam, és olyat mondtam, amit nem kellett volna, és áll a vár, és akkor most mi lesz, és elment, és visszajön, és stb. Tehát, hogy nyilvánvalóan ez nagyon fontos, hogy tényleg maradjunk nyugodtak mindig, és gondoljuk át, hogy valóban veszélyezteti a kapcsolatunkat bármi is, vagy bárki is. Nagyon sokszor ugye ezek ilyen, mint mondtam, projekciók, tehát igazándiból képzelgések. Lehetséges, hogy féltékeny a viselkedés, mondjuk esetleg tovább ronthatja a helyzetemet. Tehát, hogy ezekben is gondoljuk bele. Próbáljuk ki az önnyugtatást, ahelyett, hogy mondjuk mindig a partnertől várjuk a nyugtató szavakat, vagy hogy mindig ugye őtől várjuk úgymond a megoldást. És fontos, hogy mondjuk emlékeztessük önmagunkat arra, hogy a társam az igenis szeret engem, becsül engem és elfogad. Tehát, hogy bizonyítsuk sokszor önmagunknak is, hogy mennyire értékesek és szerethetőek vagyunk. Ugye, hát ez megint ugye az, amit a korábbi műsorok alkalmával már elmondtunk, meg kibeszéltünk, hogy ezeket is hogyan lehet fejleszteni, hogy én saját magammal tisztában legyek. Fontos az, hogy beszélj a saját érzéseidről nyíltan a pároddal, ahelyett, hogy mondjuk vallatnám őt, vagy fenyegetnénk, vagy kritizálnánk őt. Tehát, hogy osszuk meg vele, akár az, hogyha önértékelésre vonatkozó kételjeink vannak. És akkor inkább kérjük meg őt arra, hogy ebben segítsen nekünk, vagy erősítsen, vagy inkább kérjük meg, hogy esetleg többször nyilvánítsa ki a pozitív véleményeit. Tehát, hogy fontos az, hogy erősítsük az önbecsülésünket.
nyilvánvalóan ez a saját magunk feladata is, tehát hogy ne várjuk mindig a partnertől, hogy ő oldja meg ugye a mi problémáinkat, vagy a mi gondjainkat ugye az önértékeléssel. Nagyon sok ugye ilyen önbizalomerősítő módszer van, nagyon sok terápia van erre, rövid, hosszú, mindenféle, tehát azt gondolom, hogy akinek ezzel problémája van, az mindenképpen elsődlegesen saját magának kell, hogy tegyen érte. Illetve, hogy fontos, hogy azonosítsuk a féltékenységnek az okát, tehát, hogy miért vagyok féltékeny, hogyha már féltékeny vagyok, és erről beszéljünk a partnerrel, hogy milyen helyzetek azok, amik mondjuk kiprovokálnak belőlünk féltékenységet, illetve meg lehet állapodni olyanba is, mert arra is van példa, hogy mondjuk sokszor ilyen társasági megnyilvánulásokon, ugye ha van egy-egy féltékeny társ, aki szintén jelen van, akkor mondjuk, hogy mi az a helyzet, ami nekem már sok, és ami mondjuk ugye ilyenkor mondjuk kapcsolja az emberbe ezt a féltékenység gombot, meg lehet akár egy ilyen titkos jelszót is beszélni egymás között, hogy ha azt látom a páromnál, hogy ezt a kis gombomat nyomogatja, akkor mondjuk ezt be tudom neki dobni, és ő ebből fogja tudni, hogy hát vészhelyzet van, és egy kicsit esetleg vegyem vissza ilyen szempontból. És még egy másik dolog, ugye, hogyha mondjuk a partner féltékeny. Hát ez nagyon kimerítő tud lenni egy féltékeny társ ugye hosszú távon, és én azt szoktam mondani, hogy ha meg akarják őrizni a kapcsolatot, akkor nyilván ezért mind a két félnek kell tenni, hogy változtassanak. Tehát, hogy meg kell érteni azt is, aki féltékeny, és annak a partnernek is, aki esetleg nyomogatja az ő kis féltékenység gombját. Tehát, hogy mindenképpen próbáljuk átértékelni a problémát, és tehát bizonyos mértékű féltékenység a szerelemnek, meg a ragaszkodásnak a megnyilvánulása. De ugye ügyelni kell arra is, hogy ez mondjuk ne legyen birtoklás. Tehát nagyon sokszor ez is ott van benne, hogy én birtokolni akarom a másikat. Hogyha én azt gondolom, hogy ha a párunk nem értékelne minket és ezt a kapcsolatot, akkor nyilván nem lenne féltékeny. Tehát, hogy próbáljuk ezt az ő szemszögét is megérteni egy kicsi empátiával, és inkább támogatni őt ahelyett, hogy mondjuk mindig gyanúsítgatnánk őt, vagy mindig akármi is védekeznénk. Tehát, hogyha ha tudatosan figyelünk arra, például, hogy ne provokáljuk ki a partnerünket, akkor nyilván ez is egy segítség, és közösen nyilván sokkal jobban azonosíthatóak egy beszélgetés alkalmával, hogy milyen viselkedés az, ami mondjuk féltékenységet okozhat a páromban. Igen, én egyébként sokat szóra hallom, és a kedves hallgatóknak felhívom a figyelmét rá. Szerintem, aki rendszeresen hallgatja az önismereti perceket, vagy akár előtte a párkapcsolati perceket, azt tudja, nagyon-nagyon sokszor beszéltünk róla, beszéltél róla, hogy kimondtad a varázslót, hogy beszélgetés, hogy beszélgessünk, hogy kommunikáljunk a párunkkal, ez igen, az alapja az egésznek. Szerintem ez most már így lejött a hallgatóknak is, hogy igenis, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Igen, igen, igen. Hát ez mindig az alapja ugye a dolognak. Én mindig azt mondom, hogy az őszinte beszélgetés, tehát hogy ez akkor is, hogyha problémám van és gondom van, akkor is, hogyha egyszerűen mondjuk őt szeretném dicsérni, meg mondjuk ezt is szeretném kiemelni, ugyanúgy, ahogy te ezt most elmondtad, hogy ez a másik dolog, hogy igenis, hogy mondd el neki, hogy szereted, hogy értékeled őt, és hogy nem akarod mondjuk lecserélni senki másra. Igen, mert és hogy akkor nem csak nyilvánvalóan ezzel is erősíteni őt. Így van, nem csak a saját önbizalmát erősítjük, hanem a kapcsolatunkat is erősítjük. Persze. Ezzel. Szóval igen. Ilyen kettőt vizet egyet kap című történet van. Igen, ezt jól mondod. Viszont azért arra hagyj hívjam fel a hallgatók figyelmét is, hogy kóros és kezelhetetlen féltékenység esetén azonban nem kell feláldozni a szedény szabadságot és a lelki békénket. Jó, tehát hogy hiszen ezzel úgysem segítünk a partnerünkbe, tehát hogy a partnerünk féltékeny tévedményén és a fantáziáin, tehát hogy mindenképpen ilyenkor javaslom, hogy keressenek fel szakembert, aki tanácsodat tud adni arra vonatkozóan, hogy akár egy egyéni terápiával, vagy párterápiával kezelhető ez a probléma, vagy hát van, amit ugye egy súlyosabb pszichiátriai kórkép az, ami mondjuk felelhető, és nyilván akkor egy másik fajta kezelés, ami javasolt, vagy egy továbbküldés egy olyan szakemberhez.
Így van, úgyhogy nyugodtan keressétek kedves hallgatók Skribek Melindát is, hiszen nagyon-nagyon szívesen segít mindenkinek, volt már erre példa, nem mondom, hogy kinek és mikor és mennyi, de tudom, hogy volt, ugye Melinda? Igen. No, örülök, hogy ismét egy érdekes témáról tudtunk beszélgetni. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben önismereti szakértőnket, Skribek Melindát hallottátok. Melinda, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk. Nincs mit, nagyon szívesen, én is köszönöm. Szép estét mindenkinek. Neked is, szia! Sziasztok! Ezek voltak az önismereti percek a Megszállítóban. A műsor támogatója www.skribekmelinda.hu.